Egyesével szólította az Én Atom City-n pályázat főszervezője a paksi fotósokat. A legjobb 20 képért ajándékcsomagot vehettek át az eredményhirdetésen a pályázók. A képek mindegyike egy-egy városi hangulatot, érzést ragad meg. A megmérettetés Asztalos Norbert szerint beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Nagyon örülök, hogy nem nekünk kellett kiválasztani, tehát hogy nagyon nehéz dolgunk lett volna, sok remek fotó érkezett, és borzasztó hálásak vagyunk, hogy ilyen sikeres volt ez a fotópályázat. A képeket 4 tagú zsűri értékelte, a legjobbnak az idei pályázaton Leidl Viktor fotója bizonyult. Pénteken egyszer kimentünk párommal a Dunapartra, hogy egy ilyen csillagfotós élményt megörökítsünk. Hát első este nem jött össze sajnos, mert nagy szél volt. Ez pont a Gastro Blues Fesztivál estén volt, úgyhogy szomorúan, de hazamentünk. Kifejezetten erre a pályázatra készült a kép, nem, vagy nem, amúgy is? Nem is tudtam a pályázatról, akkor még nem tudtam, de szeretem az asztrofotózást, azon belül inkább a tejút fotózást, és mindig keresem a helyszíneket, hogy hol lehetne ezt az élményt megörökíteni, és most hát a Szárcsa bárkára esett a választás. Szombaton visszamentünk, mert nem adtam fel, mondom, megpróbáljuk ezt szombaton is. Sikerült. Megetettünk jó sok szúnyogot, jó sok képből készült egyébként, tehát utómunka az van benne. Így értékelt a győztes az eredményhirdetésen, Leidl Viktor paks polgármesterének jóvoltából egy okostelefonnal térhetett haza. Az eredeti terv egyébként az volt, hogy a top 20 fotókészítője hazaviheti saját képét, a szervezők azonban más sorsot szánnak a fényképeknek. A fotóknak nagyon hirtelen kitaláltunk egy jótékony sorsa lesz a fotóknak, ezt találtuk ki a mai napon egyébként, mert azt szerettük volna, vagy első ötlet alapján, hogy amikor itt a résztvevők megérkeznek ugye az eredményhirdetésre, mindenki lecsipeszelheti a saját fotóját és hazaviheti. Reméljük, hogy nem haragszanak meg, illetve az ő beleegyezésükkel elárverezzük ezeket a fotókat, és az Angyal Kommandónak szeretnénk átadni az ebből befolyt összeget, mert hogy amúgy is szeretnénk támogatni náluk, lehetőség van rászoruló gyermekeknek tanszerlistát örökbe fogadni, és ezt csak a rászoruló gyermekeknek szeretnénk, hogyha adományozhatnánk, úgyhogy ez lesz a sorsa a fotóknak, árverés alá kerülnek. Az Én Atom City-n pályázatot először 2017-ben hirdették meg, egy kisebb szünet után élet újjá a hagyomány. A szervezők úgy tervezik, hogy jövőre ismét küldhetnek majd képet, és szállhatnak versenybe a paksi fotósok.